Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás, ahol még nem tudjuk azt, hogy miről van szó. Majd az első kártya mutatja a fő témát. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, például ha nincs fontos kérdés, de szeretnéd tudni azt, hogy hova kellene odafigyelni, hol lesznek változások. Ebben az esetben a díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük a fő témát. Ez a kép olyan aranyosnak tűnik, és szimbolizál egy tornyot. És ez a torony sok mindent jelenthet. Például egy szemét, aki fontos számodra, és ez a személy egy magas, vékony valaki. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. A torony az jelentheti azt is, hogy valamit szeretnél megnagyobbítani, valamit szeretnél kiépíteni, vagy hogy légy tudatában a te saját nagyságoddal. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Egy ilyen nagyobb épület. Ez lehet iskola, ez lehet kórház. Ez lehet egy hivatalos dolog. És mi van ebben a helyzetben? Ez a koporsó lehet egy bírósági ügy, egy örökösödési ügy. Lehet, hogy vannak bizonyos hivatalos dolgok, ami most lezárul. A koporsó le tudja zárni ezt a helyzetet. Sőt, az is lehet, hogy vagy te, vagy ő fogva érzi magát a toronyban, mert benne van még egy párkapcsolatban, vagy nem érzitek jól magatokat a munkahelyen, akkor ez lezárul, és ki tudtok lépni a toronyból. Sőt, itt van hozzá a kulcs. Jelentheti a magabiztos fellépésedet, vagy ezzel a kulccsal le lehet zárni valamit. És egy időben kinyílik egy új ajtó, kinyílik egy új lehetőség, és megvan arra a lehetőséged, hogy itt megnagyobbíts valamit. Itt a madarak jelentik a levegő elemét, tehát nincs már akkor ez a szűkös helyzet, itt lezárul valami, egy időben kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, itt megjelenik a levegő eleme, a mozgás, a könnyűség, a vidámság és a beszélgetések, egy jó hír. Itt a gyűrű jelent bizonyos kapcsolatokat, vagy jelentheti az ő házasságát, ami lezárul, és a torony utalhat a válásra, ő kilép ebből a kapcsolatból. Amit a gyűrű még jelenthet, hogy valaki visszatér hozzád, vagy amit a gyűrű még jelent, ezek bizonyos szerződések. Itt a fa utal a biztonság érzetére, ahol le tudsz gyökerezni. Utal egészségügyi témákra is. Lehet, hogy valaki beteg volt, de ez lezárul, megvan a gyógyító erő. Amit a fa még jelent, a türelem, hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz,
amíg gyümölcsöt hoz, lehet, hogy már rég óta vársz arra, hogy ő lezárja a párkapcsolatát, és most eljött ennek az ideje. Amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák, vagy a biztonság érzete. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és itt a torony jelenthet egy kórházat, hogy ott kapsz egy lehetőséget, lesz egy munkahelyi szerződés. Ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltüntetik a korlátozásokat, az egerek eltüntetik a koporsót, az lehet egy olyan helyzet is, amikor minden olyan csendes volt, mert ő visszahúzódó volt. És az egerek, azok tudnak segíteni, mert eltávolítják a negatív gondolatokat, a negatív érzelmeket, a félelmeket, ami esetleg eddig fogva tartott a toronyban. Vagy eltávolítják a betegséget. És itt látható már a mozgás, a változások, előre mennek az események, vagy valaki közeledik hozzád. Ez a kép mindazt jelentheti, ami mozog. Ez lehet egy kirándulás, ez lehet egy költözködés, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy az, hogy ő közeledik hozzád, ez lehet sport, ez lehet autó. Tehát mindaz, ami mozog előre, mennek most az események, és ez az időszak, amikor minden olyan csendes volt, és nem történt semmi, az most elmúlik. A kulcs lezárja ezt, az egerek eltávolítják. Úgyis türelmes voltál eddig, de végre lesz egy fordulat. Itt a levegő eleme szintén a mozgást jelentheti. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!